Náló. Azt mondja, este hazamentem munka után, lefeküdtünk aludni, mit elintéztük az esti rutin dolgokat, kaja, fürdés, bra, lefeküdtünk aludni. Fél háromra arra ébredtem, hogy kurva nagy ordibálás az alattunk lévő szomszéd. Bélakó, csapkodás, anyázás, minden, de ennyire még soha nem volt. Viszont azt vettem észre, hogy a padon lévő szigetelés az igencsak jól hozza magának való dolgát, végzi a dolgát, tehát ilyen vastag egy centi ilyen szigetelés, ilyen erős ilyen szigetelés, és jó, hát olyan háromig tartott, fél négyig, azt elhallgatott mindenki, azt tudtam aludni. Hát az egész éjszaka az úgy ment, látszik is a fejemmel, hogy gyakorlatilag össze kellett kalapolnom ma az alvást. Tehát ilyen fölkeltem, hogy az asszonynak csinálja kávét, visszafeküdtem egy fél órára, közben meditációzene, van egy nagyon jó meditációzeném, utána fölkeltem, elvittem az asszonyt dolgozni, vittem a kutyát, sétáltunk, visszamentem, összeraktam a gépet az asztalnál, aztán megint csak aludtam egy 20 percet, ilyen meditációba is jöttem dolgozni. De hát ez így nem állapot, apám, hogy bármi kis, tehát ilyen ordibálás, meg dobálózások vannak a falba. Most megküldött az önkormányzat egy levelet. Ugye a múlt levélben mondtam, hogy ez a kutyával kapcsolatosan, hogy lehet a házba. Hát szóval ez azért eléggé kemény. És akkor még a végén lehet, hogy mi leszünk kirakva a házba, mert hogy kutya van, vagy mit tudom én. De nem rakhat ki, mert a kutya az végül is az asszonynak a recreation kutyája. Hogy mondják ezt, hogy a kutya segít neki pihenni. Mindegy, ilyen, ahogy is hívják, ilyen nyugtató kutya, vagy nem tudom, majdnem munkakutya, terápiás kutyának is hívják ezt, terápiás kutya. És akkor majd meglátjuk, mit válaszol az önkormányzat, föl lesz akkor az internet, hát mit érdekel engem. Mert itt a kutya nagyobb bűző, mint hogyha házban az állatok csinálják a dolgot. Tegnap is az udvaron ott ugrabugráltak a kölykök, aztán azt rá kell írnom az ő számlájára, pozitív számlájára, hogy kiment, azt elzavart a kölköket, mondta neki, hogy menjenek be szépen a déllakásba, azt tűnjenek el, akkor utána csönd volt. De azért ez így nem megy. Na, most dolgozok 3 nap szabad, mi meglátjuk, hogy mit fog történni itt a házon belül. Hát ez a, ígértem videót is a túrázásról, azt hétfőn ülök le megvágni, meglátjuk, mikor lesz kész. Szépen lassan mind a Viktor barátunk, mosolyogva. És Szabó Viktor az, igen. És meglátjuk, hogy hogyan vágom meg a videót. Hát vágtam már ott a videót, persze nem mondjuk benne, hogy nagyon zseni. Meglátjuk, rakunk bele ezt is, azt is, amazt is, tőle lesz. Na, ennyi volt akkor a házban lévő dolgokról, hát alszunk, amit tudunk, hát holnap nem kell menni dolgozni. Azt ez van. Meglátjuk, hogy mi van, közben itt cserélik az egyik kamionnak a gumácskáját, az első gumáját. Biztos defektet kapott, ez van. Na jó, van. Ennyi voltam, legyetek jók, ha tudtok. The VR az hatalmas volt. Hülyére rögtem a fejemet rajta. Vajok ezek a műsoraik, főleg most ami volt ez az asztalvásárlás, meg a gyerek, hogy különböző a gyerekkel kalandok. Na, nem megyek bele abba a témába, most erről akartam beszélni, a házon belüli dolgokról. Örülök, hogy itt lehettek, és ti is legyetek jó a szomszédban. Szomszéddal ne vitatkozzatok vele. Egyesült Királyságra mondom ám ezt én jobban, mert Magyarország azt nem tudom, azt elintézitek, ahogy kell, kimentek, hogy nem kell, mindegy.
itt mindig rendőr, önkormányzat hívás. Soha nem menjetek ki rendet rakni, mert a bocsok probléma. Na jó van, legyetek jókat, tudtok, többi nem számít. Szép napot, sziasztok!